Harangi Mária színházi rendező a vendégünk, jó reggelt kívánok, Jó és reggelt kívánok! arról kezdtünk el beszélgetni, hogy egy ilyen klasszikust, mint a Bonnie és Clyde, ezt mennyire könnyű vagy nehéz színpadra vinni, mert az emberek többségének egy bizonyos korosztály fölött legalábbis vannak filmélményei erről a témáról, hallani nyilván a sokkal fiatalabbak is sokat hallottak erről a párosról. Színházba vinni, színpadra vinni, mennyire nehéz vagy egyszerű? Nagyon nehéz, de nem azok miatt, amit kérdez, mert igen, azt tudjuk, hogy Bonnie és Clyde történetét számtalan formában, egyébként színházban is többféle módon, többféle formában feldolgozták, és valóban sokunknak vannak élményei. De nem emiatt nehéz nekem legalábbis most éppen aktuálisan, hanem attól nehéz, hogy lehet egy történetet úgy megragadni, hogy valahogy elkerüljük azt a fajta gangster romantikát, azt a fajta betyár romantikát, ami egyébként nagyon, nagyon könnyen ráül az emberre, főleg itt Magyarországon, vagy itt... Vagy hát itt különösen, mert hogy volt egy viszkis, igen, egy viszkis igen. Filmünk. Meg a betyárok, tehát meg tele vagyunk olyan... romantika, stb. Olyan történetekkel, ahol az ember hajlamos sok minden fölött elsiklani, és az egészet valami, tényleg valami romantikus ködben látja. A Bonnie és Clyde történetében is ugye hajlamosak vagyunk egy elsöprő szerelem történetét látni, és sok mindent nem észrevenni. És akkor ez már meg mindjárt egy más üzenet, vagy rossz üzenet mondjuk a fiataloknak, hogy akkor egy szerelemért például bármit be lehet vállalni. Így van, úgyhogy igazából ez a Whitehorn Musical, ugye ősbemutató lesz itt Magyarországon, és a Broadway-en is 2014-ben mutatták be, tehát aránylag friss gyorsan mű. Ide kerül. És én, ahogy meghallgattam, elolvastam, találtam benne olyan pontokat, amikhez az előző szempontok alapján könnyű volt kapcsolódnom. És én azt látom, hogy a Bonnie és Clyde körül szerepeltetett figurák mind-mind olyan döntéshelyzetekbe kényszerülnek, amik példásak lehetnek, vagy példaértékűek lehetnek a főszereplő pároshoz képest. Tehát ők jól döntenek? Nem, még ezt sem mondom, hogy jól döntenek egyébként, tehát már lehet, hogy ez is ítélkezés, ez gyakran előfordul a darabban egyébként ez a mondat, hogy ne ítélkezzünk. De hogy látunk olyan életküzdelmeket, olyan harcokat és olyan döntéshelyzeteket, amelyekben nagyon, nagyon élesen elkülönülnek utak, amelyeken el lehet indulni. És azt is látjuk, hogy a két főszereplő hol dönt rosszul egyszer, kétszer, háromszor sorozatban. És bár nagyon szerethetőnek vannak beállítva ebben a történetben is, vagy ebben a feldolgozásban is ők ketten, de nagyon szépen közelről, egészen intim jelenetekben mutatják meg a szerzők azt, hogy ők hogy szenvedték meg ezeket a rossz döntéseket, és ezeknek a rossz döntéseknek a következményeit, amik aztán végül is a halál felé sodorták őket. Igen, ezt akartam mondani, hogy azért megjelentek már is olyan kritikák még a bemutató előtt, hogy ez tulajdonképpen az egész darab egy haláltánc. Igen, így van. És a körülöttük lévő emberek sorsa is és nagyon élesen kirajzolódik. És, tehát az, hogy a Clyde testvére, a Buck, aki szintén ugye bandatag volt, és az ő felesége, a Blanche, mind megy keresztül a sógora miatt. Vagy a szülők, akár a Bonnie-nak az anyja, akár a Clyde és Buck, tehát a két testvérnek a szülei, egyáltalán, hogy milyen körülmények között élnek emberek, és hogy ezekben a körülményekben, vagy ezek között a körülmények között milyen döntéseket hoznak, és mi mindenre mondanak nemet, amire a két főszereplő nem tudott nemet mondani. Ami közben önt hallgatom, az jár az eszemben, hogy ez mind rendben van, csak hogy nem azok fogják megnézni ezt a darabot pont, akik ilyen döntési helyzetekbe kerülhetnek az elkövetkező időben, hanem azok, akik egy konszolidált körülmények között működő
családban, tisztes polgári viszonyok között, ahogy szokták mondani, élnek, őket elkerülik, vagy látszólag elkerülik ezek a konfliktusok? Nem tudom, itt nagyon, nagyon érzéketesen kirajzolódik egy olyan kornak a háttérképe, amiben nagyon sok ember küzd olyan mindennapi problémákkal, amivel egyébként szerintem mi is nap mint nap találkozunk. Az, hogy mire elég a pénzünk, az, hogy mit veszünk meg a gyerekeinknek, az, hogy a gyerekeink mi mindenre vágynak, és mire felnőnek addigra, mi mindenre marad esélyük. Az nyilván a szülőkön is múlik. De azon is múlik, hogy a gyerekek mennyire, nem tudom, mennyire kitartóan képviselnek valamit, mennyire sikerül őket esetleg eltéríteni bizonyos dolgoktól, hogyha úgy gondoljuk, hogy nem a legjobbat választották. Tehát egy csomó olyan kérdés fölmerül. A fő üzenet az mégiscsak az, hogy azért nem a rablás a megoldás. Persze, persze. Csak azt gondolom, hogy ilyen szempontból egy ilyen ellenpéldázat, amit látunk. Hogy lehet ezt rosszul csinálni, vagy hogy lehet eltévedni. És persze az se biztos, hogy azok az utak, amiket egyébként felkínál az adott kor, meg a darab, egy nagyon erős vallási szál is, egy vallási háttér is kirajzolódik, nem biztos, hogy az az üdvözítő sokaknak segít, sokaknak erőt ad, ahogy a darabban is látjuk ezt, egy nagyon mélyen vallásos vidéki amerikai közegben vagyunk, ahol a vallás mint menedék megjelenik, de ez is tud visszás lenni adott pillanatban. Tehát nagyon kőkemény kérdések vannak felvetve, és azt hiszem, hogy persze szélsőséges módon ebben a nagyon szélsőséges történetben, ebben a nagyon szélsőséges élethelyzetben, de mégis van egy csomó olyan kis pici realitás, vagy realitás morzsa, amiben viszont megtalálhatjuk a magunk életének a morzsáit is, és ha valakinek kicsit a fantáziája beindul, akkor lehet, hogy megtalálja magát ebben a darabban. Akkor egy kicsit kilépve csak a darabból, meg a Városmajori Szabadtéri Színház színpadáról, arról azért mégiscsak beszélni kellene, hogy került ez Magyarországra, ez a produkció néhány évvel, ahogy mondja az ősbemutató után, ugye ez a Szabadtér Színház produkciója, hogy sikerült megszerezni a jogokat? Erről lehet, hogy többet tudna pontosan beszélni Bán Teodóra. Őhozzá elkerült ez a darab egy olyan emberen keresztül, akit Hubai Gergelynek hívnak, és aki egyébként lefordította a szöveges részt is, illetve a dalokat is. Tehát készült egy pontos nyers fordítás, és a Teodóra ez alapján döntött úgy, illetve hát nyilván a zenét is meghallgatva, a kinti előadás részleteit is látva, hogy érdemes ezt a darabot Magyarországon és is bemutatni. Hogy került a képbe? Én úgy kerültem a képbe, hogy ugye ez alapvetően egy sokszoros együttműködés eredménye lesz ez az előadás. Egyrészt a Szabadtér Színház, másrészt a Színház és Filmművészeti Egyetem, harmadrészt a Debreceni Csokonai Színház koprodukciója. A Színművészeti Egyetemen Novák Eszter és Selmeci György színészosztálya, negyedéves zenés színészosztály, ők alkotják a szereposztást tulajdonképpen, és kiegészül az ő csapatuk a Kaposvári Egyetem növendékeivel, illetve a Nemes Nagy színészképző szakközépnek, illetve szakgimnáziumnak a növendékeivel, ők a kaposváriak és a Nemes Nagyosok adják az ensemble-t az előadásban, és én úgy kerültem képbe, hogy én 2 évvel ezelőtt dolgoztam egy kicsit a Novák osztályosokkal, és most fölhívtak, hogy nincs kedvem nyáron velük ezt a történetet színpadra állítani. De hát akkor ez egyben egyfajta tanulmányút is mindenkinek. Nem? Hát igen, igazából azt elmondhatjuk, hogy a színészeknek, a fiataloknak, a gyerekeknek az életében ez az első komoly nagy színházi zenés feladat, amikor tulajdonképpen már az egyetemvédő falai közül kilépve megmutathatják magukat, és én azt kell mondjam, hogy most már tényleg egy pár éve ismerve őket, itt az eljövendő
magyar színházi, zenés színházi élet kiválóságai cseperednek. Akkor mindjárt lejár a műsoridőnk, tehát annyi még belefér, hogy elmondjuk, hogy mikor láthatja a közönség a Városmajori Szabadtéri Színpadon a Bonnie és Clyde musical. Július 13-án és 14-én lesz két előadás, és most ez éppen a legfrissebb, hogy augusztus 28-29-ére is kitűztek két előadást. Ugyanoda. Városmajorban? Így van. És így utána van. Lesz és folytatás? Utána pedig egyrészt Debrecenben az évad programjába bekerül az előadás debreceni szereposztással, és én úgy tudom, hogy a Szabadtér Színház igazgató asszonya, tehát Bánta Odóra tervezi a további játszást ezzel a csapattal is. Akkor innen folytassuk majd, amikor erről a további előadássorozatról kiderülnek részletek. Harangi Mária rendező volt a vendégünk, nagyon szépen köszönöm önnek, hogy mindezt megosztotta velünk. Várjuk az előadást természetesen, kedves nézőink, önöknek pedig megköszönöm egész reggeli figyelmüket, viszontlátásra!